Szevasz! Üdvözlünk mindenkit ezen a szép napon! Ahogy látjátok, nem más van rajtunk, mint fürdőruha! Fürdő felső, én rajtam is, a Lukaszon is, ugyanis ma nem másról fogunk elmenni, mint a tengerpartra. Hiszed vagy nem, de tudod hány fok van kint? Az előbb néztem. 39 fok van kint, rettentő meleg, bár kezd felerősödni az idő, lehet, hogy jön az eső, de úgy döntöttünk a Lukasza, hogy elmegyünk a tengerpartra, és nem másról fogunk beszélni ma nektek, mint a tengerparti törvényekről, a tengerparti törvényekről, ugyanis van egy pár darab törvény, amit szabad csinálni, és nem szabad csinálni itt mi nálunk a tengerparton. Erről szeretnék egy nagyon picikét beszélni nektek, majd elmegyünk, úszunk is egyet, és lehűtjük magunkat. De még mielőtt elmegyünk, összepakolunk, egy pár darab cuccot össze kell pakolni, törölközőt, italt, be kell magunkat kenni napolajjal, naptájjal, nagykrémmel, majd ezért 50 pluszos látod, hogy ne égjünk le, ugyanis, hogyha felős az idő, nálunk akkor is, lehet, hogy nálatok is, de simán le tudsz égni, ezért végülis ezért van rajtunk ez az úszó felső, hogy... Ja, van fönt itt a nekünk. Ja, itt a nyakad is, hogy annyira ne égjél rá, de a fejünket bekenjük, aztán én kitaláltam valamit, ugye? Egy nagyon jó dolgot kitaláltam, mit fogunk csinálni? Nap tetoválást fogunk csinálni! Ezt a nevet én adtam, hogy nap tetoválás. Aki nem tudná, hogy mi az a nap tetoválás, kell hozzá egy ilyen naptej, kell hozzá a bőrödön egy ilyen fehér bőr, mint nekem. Látod, ahol még nincsen leégve, és ide fogunk valamit írni. Én azt hiszem, hogy egy V5-öt, vagy ide, egy valami 5-öt. Rendben van? Egy V5, és a valami 5-nek fog ugye megfelelni. Hogyha itt bekenek, tehát húzok ide egy V betűt, meg egy 5-ös, az ott ugye nem fog leégni, csak körülötte fog leégni. Tehát egy ilyen fehér V-nek és egy fehér 5-ösnek kéne majd lenni. Ezt én az életben nem próbáltam ki, én megpróbálkozok fele. Lehet, hogy sikerül, lehet, hogy nem. Majd meglátjuk. Amúgy a videó végén nyereményjáték is lesz. Kérdezek majd egy érdekes kérdést, és ti majd válaszolhatok rá. Lehet nyerni ausztrálos, valószínűleg egy kulcstartót, vagy valami kisebb dolgot. Úgyhogy most kenjük magunkat, összepakolunk, és indulunk a tengerpartra. Jó. Nagyon fontos, hogy bekenjen magad, ugyanis nem kéne be magad, nagyon le fogsz égni. Tiszta, piros leszel, olyan leszel, mint a paprika. Mutatom, egy V-t fogok belerajzolni, ezt meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Tehát ráraktam ide a krémet az ujjamra. Innét lefelé. Innét lefelé, ha belírom, nem fogod leégni, úgyhogy körülötte kell kihagynom egy nagy területet, hogy ott égjen le, ha jól számoltam, ugye? És akkor benne lesz a V és az 5-ös. Ja, egy kicsit ilyen... na minden. Na, megvan az 5-ös. Jó az 5-ös? Nem olyan túl, olyan furán néz ki. Ugye ezt most rajt hagyom, és várj, körülötte kicsit bekenem azért a vállamat. Erre felé, itt körülötte. És olyan, mintha benne lenne egy ilyen képkeretben, hogy valami. Legalábbis remélem, hogy sikerülni fog. Ugye mégsem, akkor ez ilyen buta ötlet volt. Leveszem a szemüket, kezd sötétedni, képzeld el, jönnek a felhők, látod, onnét, még a végén meg fog eredni az eső, de jelenleg még mindig süt a nap, itt vagyunk, itt a tengerpart mellett álltunk meg, itt a fa növényzet mögött ott van a tengerpart, ott előttünk is van tengerpart, erre szállodák vannak, motelek, úgyhogy most hozzuk a törölközőnket, és lemegyünk ide a tengerpartra, ott fogunk nektek beszélni a tengerparti törvényekről. Ide a homokba, mutatom neked.
ott van a tengerpart lent szembe, ott vannak egy páran fürödnek, látod? Nem olyan túl sokan ott ezen a részen, ott egy kicsit a távolban, ott többen vannak én, ahogy elnézem. Itt jöttünk le, látod, van több ilyen lejáró mindenhova ide le a tengerpartra, amúgy onnét jönnek a felhők, de talán szerencsénk lesz és nem fog megeredni az eső. Úgyhogy még mielőtt belemegyünk a vízbe és úszunk egyet, nem másról fogunk nektek beszélni, mint a tengerparti törvényekről. Hogyha jobban megnézed itt a tengerpartot, nem tudom, hogy mit veszel észre, vagy mit nem. Tegyük fel, hogy lemész a Balatonra. Ugye a Balatonon mit lehet látni? Lukasz, mit látsz a Balatonon, hogyha lemész? Kukoricát árulnak, árulnak italt, árulnak halat, árulnak ételt, ugye mindenféle fajta dolgot. Nálunk az a törvény, hogy nem árulhatsz semmit itt lent a tengerparton. Se nem árulhatsz italt, kukoricát, semmit sem. Lehozhatod, itt lent megeheted, de itt nem árulhatod. Nemrégen hoztak egy új törvényt is mi nálunk, mostantól a tengerparton lehet rendelni ételt. Tehát megrendeled a telefonodon, és lehozza, ami kihozza neked a pizzás, ide a pizzát lehozza, vagy hoznak neked italt innen a közeli italosból, de az italos ide le nem jöhet és nem árulhatja az italát mondjuk a bicikliből, vagy a motorból, vagy például csak járkál körbe, ugyanúgy, mint a Balatonon, ugye? A Balatonon ez nagyon megszokott dolog, hogy mindenhol árulnak kukoricát, ugye? A Lucas rettentően szereti azt a kukoricát ott a Balatonon. Aztán itt nálunk a tengerparton nem jöhetsz ide le énekelni, úgyhogy ugye énekelsz és pénzt kérsz, vagy dobolsz, vagy ugrálsz körbe-körbe, és pénzt kérsz belőle, ugye sokan vannak ilyenek, nem csak Magyarországon, de több helyen a tengerparton lehet látni, hogy kimennek, csinálnak valami érdekes dolgot, az emberek megnézik, és adnak neki egy-két dollárt, vagy egy-két forintot, vagy 100 forintot, de nálunk a tengerparton ez sem engedélyezett. Ha feljebb mész ide ki a tengerparton, ide ebből a homokos részből, ott azt csinálsz, amit akarsz, ott nyugodtan énekelhetsz, táncolhatsz, szélszörfözni szeretnél, ezt nem tudom, hogy rendesen hogy mondják magyarul, de ugye a Balatonon nagyon sok ilyet lehet látni, hogy van a szörfdeszka, rárakják ezt a póznát, azt a nagy vásznat, és ugye a szél viszi a deszkát, amin ugye rajt állsz. Ilyet nem lehet tanítani mi nálunk itt lent a tengerparton. Ami még nagyon megszokott ugye Magyarországon, Európában, hogy lent a tengerparton lemész, napozol egyet, és ugye megszomjazol, de nem kólát szeretnél inni, hanem alkoholt. Ugye ezzel mondtam, hogy semmi ételt, italt nem lehet árulni, bárt nem lehet felállítani. Tehát nagyon sok helyen lehet látni ugye Európában, például Szlovéniában, én nagyon sok helyen láttam, hogy lementél a tengerpartra, és ilyen bárok fel voltak állítva, ott lehetett venni alkoholt. Nálunk ez is meg van tiltva. Autóval lejönni megint csak nem szabadik mi nálunk, ugye vannak kijelölt részek, ahol lemez tengerpartra az autóddal, de itt mi nálunk a Gold Coaston ez meg van tiltva, kivéve hogyha életmentő vagy, vagy rendőr, vagy egy ilyen hasonló, de úgy, hogy te ide lehozod az autódat és belemész a vízbe vagy a homokba, nem lehet. Kutyát sétáltatni megint csak nem lehet, kivéve a zászlóktól 200 méterre. A zászlóktól 200 méterre közelebbre a kutyádat nem hozhatod ide, ugyanis nagyon meg fognak büntetni. Aztán, amit lehet itt mi nálunk csinálni, lemetsz ide a tengerpartra, fürödhetsz mindenhol, de csak a kijelölt helyen nézik ugye a tengerpartot ezek az életmentők. Ez meg van jelölve zászlóval, attól függ, hogy milyen zászló van kirakva ide a tengerpartra, ugye úgy lehet fürdeni. Például a piros zászlónál bemenni nem szabad, de a saját felelősségedre bemehetsz. Ez nincs megtiltva, de nem fognak az életmentők érted bemenni vagy kiúzni, és azért van bent a piros, kirakva a piros zászló, mert rettentő veszélyesek ugye ezek a nagy hullámok egy-két részen, hogy olyan az idő. Úgyhogy most nem más fogunk csinálni, mint mit csinálunk? Úszni! Elmegyünk és fürdünk egyet, de még mielőtt bemegyünk a vízbe, megnézzük a tetoválásomat. A tetoválás pedig még nem akart leégni, de ahogy mondtam, hogyha nem süt a nap, akkor is nálunk le tudsz égni. Itt leszünk még egy fél órát, egy órát biztos a Lukaszra, ha csak közben ugye meg nem ered az eső. Én rettentő kíváncsi leszek, hogy milyen lesz ez a V valami ötös tetoválás. Na várjál, megyek, mert Lukasz majdnem itt hagyott, ami nem tudom, hogy tudta-e vagy nem, de a táskát látod itt. Itt hagyjuk nyugodtan a homokban, ugyanis nem sűrűn fordul elő, hogy valaki jön erre, felveszi, vagy kirabol, ugye elviszi a cuccodat, nyugodtan itt hagyhatod a homokban, mindenhol nem fogják elvinni, ezért ezt fogjuk most mi is csinálni, itt hagyjuk, oda pedig a zászló közé bemegyünk úszni, hogyha hát valami történik ugye velünk és nem akarunk belefulladni.
sétálunk egyet itt a tengerparton. A vízzel nem volt hideg. Lukasz, hol vagy? Hideg volt a víz? Jó. Ja, egy kicsit hideg volt. Az elején mondtam, hogy hideg kicsit a víz, de utána nem volt amúgy hideg. Mondtam, amit hozzászokik a tested, ugye a hőmérséklet, víz hőmérsékletéhez, utána már nem olyan hideg az a víz. Amúgy itt ezen a részen nem olyan túl sokan vannak. Menjünk egy kicsit tovább, ott több ember van, rettentő sok ember van ott szemben. Majd lehet, hogy odáig ágyalogunk, lehet, hogy nem. Amúgy élvezted ezt a kis úszást? Ja. Ja, csak egy kicsit rövid volt. Jönnek ezek az első felhők, és nézd, ott van egy helikopter, látod, Lukasz? Nézik a vizet, meg hát, ha valaki bele akar fulladni. Én mondtam, hogy jönnek ilyen 10-20 percenként ezek a helikopterek, ez az életmentő helikopter amúgy. Nézik a partot arra felé, mindenfelé, nagyon valaki véletlen ugye bajba legyen. Amúgy a homok, ilyen a homok. Egy kicsit másabb ez a homok, mint a homokozóban a homok. Ilyen nagyon apró szemcsés, és mikor mész rajta, Lukasz, mennyi rajta? Olyan, milyen hangot ad? Mennyi rajta? Lehet, hogy ti nem halljátok, én hallom olyan, mintha csikorogna, nem Lukasz, mintha csikorogna ez a homok, de nem csikorog, hanem a szemcsék miatt van ez, ugye ilyen apró szemcsés. Hallod? Ja, csak rugod. Ja, de ne rám, te! Amúgy hiszed vagy nem, de ebbe a homokba elég nehezen lehet menni. Mint a hóba menni, ezt szoktam többször mondani. A Lukasz még az életében nem látott havat, nem úgy ment benne. De ez hasonló, Lukasz. Ez olyan ez a homok, mint a hó, kivéve, hogy ugye nem hideg, de a hóba is ilyen nehezen lehet sétálni. Mit akarsz mutatni? Mit? Ez nem hógolyó, ez homokgolyó. De nem tudod összerakni, te! Mert nem fog megállni, hát vizesnek kell lenni. A hó az azért áll össze, mert úgy jön mindenfelé, a sok kis hógolyó. Amúgy látod ott a háttérben rettentő párás az ide, ott annál a nagy épületnél az ott Surfers Paradise szembe, és tiszta ilyen párás, homokos, látod? Ilyen fehér. A Lukasz még mindig temeti magát a homokba, csak egyet nem tud, majd mindjárt elárulom neki. Lukasz, tudod, mi van ott a homokba? Ilyen kicsi kis rákok. És azok a kicsi kis rákok, ilyen fehér rákok, itt nem lehet most látni, és lehet, hogy pont nincs, de ilyen pöttyök, ilyen lukak vannak mindenfelé, és onnét kiszoktak jönni ezek a fehér rákok. Hát én segítek, de megharap egy ilyen fehér rák, tudod mi az a rák? Ja, akkor az lehet, hogy fájni fog. Ha egyet látok, megmutatom nektek amúgy. Lukatásunk, és bele fog feküdni a Lukasz. El fogjuk temetni itt a homokba, legalábbis a lábát el akarja temetni. Ja, ezt egy lukat kell ásni, és utána bele tudsz ülni. Feküdni nem, mert az nagyobb luk kell. Várjál, segítek neked. Oda néz, hogy néz ki most a ruhát. Tiszta homokos lett ilyen mindenhol. Te! Most csinálunk valamit! Ja, csinálunk valami más. Ne utassál te! Megmossuk a ruhádat! Ne hülyéskedj! Ahogy mondtam nektek, nem olyan, mint a Balaton. Vannak itt is emberek, bár nem olyan túl sűrűn, főleg ma nem, mert egy kicsit ilyen felhős lett délutára az idő. Azon a részen, ott Surfersben, hogy ott szemben vannak azok a magas házak, ott tele van turistával, hegyén, hátán, ugye mindenki. Mi azért szeretünk erre a részre járni, mert itt nincs az a sok nagy nyomor, ugye az a sok-sok ember, mindenki hátán. De a kamerán lehet, hogy annyira nem látjátok, hogy van az a párás idő, onnét már lehet látni, hogy van egy pár, nem is egy pár, jó pár ember. Megálltunk lezuhanyozni, Lukasz mossa a lábát, hogy vannak ilyen zuhanyok elég sűrűn itt a tengerpart mellett, ha kijössz ugye a homokból, meg a sós vízből, akkor itt le tudsz zuhanyozni, le tudod mosni a lábadat, a kezedet, a hajadat, amit akarsz. Lukasznak aztán le kell mosni a hátát, és ugye tiszta homokos, ez mellett vannak WC-k, ugye ugyanúgy, ahogy ilyen zuhanyzók, tehát elmez bárhol itt a part mellett, ki van építve, legalábbis itt a Gold Coast-on. Gold Coast ugye 70 kilométeren megy a tengerpartja, tehát bárhol le tudsz menni, fürdeni, ahol persze ki van jelve, hogy lehet fürdeni. Na várjál, segítek a Lukasznak! Visszaértünk, lezuhanyoztunk, elmentünk WC-re, megnézzük most a tetoválásomat. Én nem tudom, hogy mennyire látni vagy nem, de én szerintem még mindig fénylik. Én úgy néztem, hogy ott a V5-ös, egy nagyon picit fehéren lehet látni. Lehet, hogy túl keveset voltunk a parton. Túl keveset voltunk a parton? Én nem tudom. Én lehet, hogy túl keveset voltunk. Ha itt lehetünk volna egész nap, biztos, hogy jobban leégett volna, de ha gondoljátok, próbáljátok majd ki nyáron, tudom, hogy nálatok ugye most tél van, de nyáron, próbáljátok ki, szerintem érdekes. Úgyhogy, még miatt most mi meg elmegyünk haza, ahogy ígértem nektek, nem más lesz, mint
Nyereményjáték! A nyereményjátékban, hogyha részt szeretnél venni, semmi más nem kell tenned, mint helyesen kell válaszolni majd a kérdés, amit kérdezek tőletek. Bár nincsenek rossz válaszok, úgyhogy nem kell megijedni, nem nehéz a kérdés. Fel kell, hogy legyél iratkozva ide erre a csatornára, ugye, hogyha még nem vagy, és arra kérlek meg, hogy egy szeretést, egy szeretőgombot ide erre a videóra nyomjál! A kérdés a következő! Melyik a Kedvenc strandod. Strandod? Tengerparton? Hova szeretsz járni, vagy hova szerettek járni, strandolni, úszni egyet? Ez lehet akárhol. Tehát lehet ez tengerpart, lehet egy tó, egy folyó, lehet ez a Balaton, bármi, Siófok, Boglárka, Fenyves, minden lehet, ugye? Attól függ, hogy úgy merre laksz az országban, vagy melyik országban laksz. Tehát nincsen rá rossz válasz. Ide a videó alá írjad meg, és egy valakit majd ki fogunk sorsolni, nem más fogunk neked küldeni a szerencsés nyertesnek, mint egy ausztrálos, nem tudom, képeslapot, hústartót, valami kis apróságot. Úgyhogy, mára ennyit, remélem, hogy élveztétek ezt a mai videót. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét! Szeretnénk kívánni, attól függ, ugye, hogy mikor nézitek. Ahogy szoktam mondani, sziasztok!